Magyar helyszínek nemzetközi filmekben, utcaképek, épületbelsők, Dunaparti látkép. A mozgóképeken a világ megismerte hazánkat. Egy film vagy televíziós sorozat egyedi arculatot varázsol egy már ismert helyszínnek, vagy éppen megismerteti a nézőt új városokkal, tájakkal. A filmek és a televíziós sorozatok akkor sikeresek, hogyha az a történet érzelmeket tud ébreszteni a nézőben. Olyan érzelmeket, amihez kapcsolódni tud, sajátjának érzi, bele tudja magát képzelni, a karakterrel azonosan tud gondolkozni. Ezek a filmek akkor lesznek sikeresek a mozikban, hogyha ez az érzelmi reakció megtörténik. Most a filmes helyszín az ennek egy földrajzi vetülete, tehát akkor tudom meggyőzni, hogy a néző turistaként útra kelljen és ezeket a helyszíneket fölkeresse, hogyha ahhoz adok valamilyen plusz támogatást, hogyha egyértelmű a számlára, hogy azt a filmet hol forgatták, melyik városban, melyik tengerparton, melyik eldugott kis faluba köthető ez a történet, hiszen akkor ez az igény arra, hogy én ezt a történetet ott éljem át, és ezeket az érzelmeket újra magaménak tudhassam, ezekhez kellenek ezek a földrajzi pontok. Egy-egy film forgatásakor nem csak a helyszínre, az infrastruktúrára és a szakembergárdára is szükség van. Magyarországon több filmstúdióban is lehetőség van világszintű produkciók gyártására. A Fóti Filmgyár az 1980-as évek elején két műteremmel, 2690 négyzetméteres stúdiókapacitással épült. Az elmúlt több mint 30 évben a magyar filmek mellett számtalan nemzetközi produkció forgott benti és kinti helyszínein. A világ változik, és a streaming szolgáltatók megjelenésével egyre több tartalomra van igény, ezért Fóton 2021-ben minden idők legnagyobb filmes fejlesztésébe kezdtek. 4 műtermet és összesen 19.000 négyzetméternyi kiszolgáló épületet építenek, valamint felújítják a teljes közmű és úthálózatot. Ezek korszerű stúdiók lesznek, ahol eredeti hangfelvétellel lehet majd forgatni, és a két-két műterem összekapcsolhatóvá válik, így akár 5000 négyzetméter is rendelkezésre áll igény szerint a produkcióknak. Tehát ez egy olyan nemzetközi szintű stúdió lesz, ahova nagy produkciók is ellátogatnak, vagy majd igénybe veszik. De nyilván a célunk az, hogy a magyar filmgyártásnak is ez egy bázissal legyen, és ezt fontosnak tartjuk, hogy lehetőséget kapjanak a magyar produkciók a műtermeinket, illetve a hozzájuk tartozó kiszolgálókat, meg egyéb szolgáltatásainkat is igénybe venni. 1983-ban Esztergályos Károly Hamlet dán királyfi című filmjéhez Banovics Tamás tervezett szabadtéri várdíszletet Fótra. Most a másik oldalán 15.000 négyzetméternyi díszletkomplexumban készültek a Hunyadi című produkció nándorfehérvári csata jelenetei. A Bánmor regény sorozatából adaptált filmsorozat nemzetközi színészekkel, több éves előkészülettel egy éven át forgott. A Hunyadi egy 10 órás, 10 epizódos nagy drámasorozat. Hunyadi János életét dolgozza föl, úgyhogy nagyon nagyszabású, nagy csata jelenetekkel, ugye a mögöttem lévő nándorfehérvári vár ostromával, zárul a nagy tízes résznek a forgatásával. Nagy volumenű, nagyszabású produkció, ez nem csak a magyar mozgókép történetében, hanem régiós szinten is. A kinti helyszínek mellett ugyancsak Fóton, zárt stúdiótérben készültek a bécsi, cillei, budavári belső jelenetek is. A hőseposz nem csak a magyaroknak, a régió országainak is fontos. A szerepeket magyar, török, szerb, osztrák, német, cseh, lengyel és olasz színészek alakítják, akiket magyar szakemberek szolgáltak ki. Az elmúlt évek, évtizedek szervizmunkáiban a stábjaink olyan tudásra tettek szert, ami egyedülálló, és nem véletlenül jönnek ide a nagy amerikai szuperprodukciók is, és amikor mi magyarok forgatunk, mi is élvezzük ennek a hasznát. Hogy kameraoperatőrtől egészen a kaszkadőrökön keresztül mindenki megtanulta, hogy kell hollywoodi szinten filmet készíteni.
A magyar szaktudás és a magyar munkairenti elkötelezettség ugye olyan jelentősen megkönnyíti a filmes produkcióknak az életét, hogy már ezért megéri Budapesten forgatni. Nem mellesleg ugye ez egy biztonságos ország, egy biztonságos városról van szó, ahol a filmesek ugye egymásnak ilyen word of mouth módon ugye továbbadják az információkat, egy nagyon beltéri kapcsolatokkal működő iparágról van szó, és hogyha megbíznak az országban, megbíznak a városban, tudják, hogy ott biztonsággal, sikerrel le tudunk egy több hónapos forgatást vezényelni, akkor ez a helyszínt többek fogják választani. És ez ugye látjuk is, ugye, hiszen most is rengeteg film vagy tévésorozat forog a városban. A Fóti műterem komplexum várhatóan 2024 első felében készül majd el, míg a Hunyadi sorozat jövő év végén jelenik majd meg 380 millió néző számára. A magyar filmes szaktudás, az infrastruktúra és az itt készülő új produkciók pedig új körvonalat rajzolhatnak Magyarországnak, a világ filmes térképén.